Fiatal táncosok lepték el csütörtökön a főteret. A Ranolder János római katolikus általános iskola diákjai mutatták be a Jeruzsálema táncot. A diákok nagy örömmel készültek a koreográfiával. Először nagyon nehéznek tűnt, de utána Rita néni segített, és sokkal könnyebb lett. Mintegy 40 kisdiák vállalta a közös táncot. Elmondásuk szerint nem kellett sokat győzködni őket. Szerintem elég jó volt, nagyon sok táncmozdulatot megtanultunk, és szerintem elég jó volt ez a tánc, nekem tetszett. És maga a zene is jó. A koreográfiát Tihanyi Rita tanította be. A pedagógus elmondta, jó mozgásúak a gyermekek, nem volt nehéz dolga velük. A Jeruzsálema tánc lépései minden koreográfiában hasonlóak, de próbálják a csapatok egyedivé is tenni. A ranolderesek plüssállataikkal együtt járták el a mozdulatsorokat. Az eredeti videón ennivalóval együtt táncolnak a résztvevők, és utána rájöttem, hogy ez valahogy, most nem konkrétan az ételre gondolok, de ez a dal egyrészt a járvány kapcsán született, másrészt valahogy ellene, és számomra ez az összetartozás jelenti. Na most mivel tartozik össze egy kisgyereknek a szívéhez, nyilván a szüleink kívül mi áll legközelebb, az a kabala, az a plüss játék, amivel játszani szokott, és mondtam, hogy hát akkor hozzátok. A közös táncnak közösségépítő szerepe van az iskolában. A pedagógusok szeretnék, ha minél összetartóbb csapat lenne a diákokból. Nem egyszerűen csak így felhívni szeretnénk magunkra a figyelmet, hát szemmel láthatóan a gyerekeknek tetszett, élvezték, ők is szeretik a nyilvánosságot, még ezt így ők magunk nem is gondolják, de ha ki kell állni így közösen, mondjuk nem egyedül, hanem többen, akkor nagyon szívesen jönnek, és megmutatják magukat így a városnak. A ranoldereseknek nem ez volt az első meglepetés megmozdulásuk, várhatóan nem is az utolsó. A tervek szerint szívesen csatlakoznak más nagyméretű összefogásokhoz is.